Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Újra egyre nagyobb migrációs nyomás van Európán, így Magyarországon is. Ugye tudni lehet, hogy három útvonalon érkezhetnek jelenleg nagyobb számba az Európai Uniós területére az illegális bevándorlók. Tengeren Olaszország vagy Spanyolország felől, szárazföldön pedig a balkáni útvonalon keresztül. A Líbia felől érkezőkkel szemben a líbiai hatóságok fellépnek, azonban az új olasz kormány jelenleg engedélyezi a mentőhajók kikötését, és az NGO hajók tevékenysége is serkenti a migrációt, amivel az afrikai embercsempészek malmára hajtják a vizet. A nyugat-mediterrán útvonal menti mozgások is egyre aktívabbá váltak, nagy terhet róva ezzel Spanyolországra és Portugáliára. A helyzetet némiképpen javította az, hogy Marokkó és Spanyolország közötti megállapodás, amelynek eredményeképpen visszaesett a földközi tengeren át érkezők száma Spanyolország felé. Ugye a megállapodás azt tartalmazza, hogy ha közelebb van a marokkói kikötőbe, kísérik vissza a tengeren feltartóztatott illegális bevándorlókat, bár döntő többségüket így is egyébként a spanyol határvédelem a spanyol kikötőkbe viszi. Szárazföldön, a balkáni útvonalon is egyre fokozódik a nyomás. Törökországban jelenleg 3,4 millió menekült tartózkodik, ami jelentős terheket ró az országra, illetve tovább növeli a terrorfenyegetettséget is. Törökország kiadásai több 10 milliárd eurót vettek igénybe eddig a menekültekkel kapcsolatban, ebből egyébként az Európai Unió mindössze 6 milliárd összeget biztosított. A keleti útvonalon fokozódó nyomás Törökország egyoldalú intézkedésein is múlhat, amely jelentősebb válságot is kialakíthat. A Görögországba érkezettek száma idén mintegy 20%-kal növekedett a tavalyi évhez képest. A balkáni útvonalon még mindig aktív, ha Görögországot is beleszámoljuk, jelenleg körülbelül 100 ezer főre teszik azokat az illegális bevándorlókat, akiket egyáltalán regisztráltak, ebbe a számban nincsenek benne azok, akiket egyébként nem sikerült regisztrálni. Az is beszédes, hogy ezeknek a migránsoknak a 90%-uk gyakorlatilag életerős, 30 év alatti katonakorú férfi. És tőlünk nem messze a bihácsi táborban ismétlődő tömegverekedésekről és konfliktusokról szólnak a hírek. Nem is olyan régen készült egy riport, amely a bihácsi táborban lévő menekülteket is meginterjúvolták. Itt ugye tudni kell azt, hogy ez egy 40 ezeres település, ahol 5-6 ezer bevándorló tartózkodik, és a helyi lakosok szerint is megszaporodtak a bűncselekmények, amióta a migrációval együtt élnek, és a lakosság nem érzi biztonságban magát. A riportban megszóló helyi rendőr kapitány elmondás alapján a migránsok folyamatosan érkeznek, és egyébként folyamatosan pénztámogatásokat is kapnak. Azt, hogy honnan, azt nem lehet ellenőrizni, nyilván a migránsok szerint a saját családjukból, bár ezt eléggé kétkedve fogadják. És érdemes még megjegyezni, hogy 2016 és 2019 között 36 jelentősebb iszlamista indítatású terrorcselekmény követtek el Európában, amelynek több száz halottja és több ezer sérültje van. Ebben a helyzetben minden józanul gondolkodó embernek az az elsődleges gondolata, hogy az illegális migrációt meg kell akadályozni, nem pedig ösztönözni kellene. Ehhez képest olvashattuk hétvégén a sajtóba, hogy egy újabb kvóta, kötelező kvótát terveznek az Unióba bevezetni, méghozzá a politikó szerint ez váltaná ki a jelenlegi Dublini 3-as elnevezésű rendszert. A tervezetben már nem, bár nem szerepel a kötelező szó, de egy automatikus beletelepítési kvóta ötletéről beszélnek, ami még a liberális politikó szerint sem értelmezhető másképp, mint egyébként a kötelező betelepítési kvóták ötletén alapuló új rendszernek. Létrehozzanak egy új Európai Uniós menekültügyi ügynökséget, amely vizsgálná, hogy mely tagállamokba kellene elbírálni a menekült kérelmeket, mivel 2018-ban a kérelmek 75%-át 5 tagállamban nyújtották be. A 2016-os kvóta népszavazásban a magyarok 98%-a nemet mondott a kötelező szétosztásra, ennek megfelelően továbbra is elutasítjuk annak bevezetését. Azt is tudnunk kell, hogy ebben a harcban egyedül vagyunk, hiszen mind Gyurcsány, mind Karácsony és a teljes bevándorláspárti ellenzék a migráns kvóta mellett áll.
Három éve még azt is meg akarták akadályozni, hogy a magyar emberek erről elmondhassák a véleményüket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bőrös László képviselő úr! A kormány nevében Németh Szilárd államtitkár úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Németh Szilárd. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Köszönöm, hogy ezt a témát napirend előtt felhozta itt az országgyűlésben. Tényleg úgy van, ahogy ön is tapasztalja, illetve mindenki, akinek van szeme, füle a látásra és a hallásra, hogy egyre nő a feszültség a magyar határszakaszon, egyre nagyobb a migrációs nyomás a magyar határkerítésre. Azt is tapasztaljuk, hogy jó szervezett formákban érkeznek a migránsok. 2015-höz hasonló helyzet alakult ki, még akkor a számban nem ostromolják ugyan a magyar határt, de az jó kivehető, hogy az embercsempész bandák megszervezik azokat, akiket rászabadítanak a magyar határkerítésre, ellátják őket jogi munícióval, fölvilágosítják őket, odaadnak nekik mindenféle technikai eszközt. A következő technikai eszközöket kobozták el az előállítások során a hatóságok. Egyszer használatos okostelefonkártyákat, okostelefonokkal együtt, bankkártyákat, hőkamerákat, éjjellátó eszközöket, drónokat, talajvizsgáló eszközöket és olyan szerszámokat, amelyel a kerítés átvágható. Azon kívül jól detektálták a szolgálatok a Facebook használatot, az internet használatot, amit egyébként a kommunikációban és a szervezésben használnak az ide érkezők a magyar határa. Sőt, olyan a hálózat, hogy egész Nyugat-Európáig elér, hiszen Nyugat-Európából Magyarországra a már ott egyébként európai állampolgárságot kapott szervezők, azok átjönnek, és itt várják a határon átérkezőket. És vannak az úgynevezett sétáltató emberek, akik meg a határ túloldalán, ezt egyébként a szerbiai-magyar önkormányzatok is megerősítik, a határ túloldalán utaztatják át egészen a magyar határig. Ezért van az, hogy például Szerbiában a magyar határ melletti települések Horgos, Martonos és Magyar Kanizsa azok, amelyek leginkább ki vannak téve ennek a fölélénkült veszélynek. Adatokkal is alá tudom támasztani, amit képviselő úr mondott, hiszen ha csak az elfogásokat nézzük, akkor a 2018-as évben 6506 volt teljes egészében, akiket elfogtak, ez egy 17 fős napi átlagot jelent. Ez november 31-éig 2019-ben 12.538, ez meg 37 fős átlagot jelent, de úgy, hogy például a szombat-vasárnapi, a tegnap előtti jelentés arról szól, hogy 108, illetve 91 határsértőt fogtak el, tehát ez parabolikusan emelkedik, nem pedig kiegyenlített az emelkedése ezeknek az elfogásoknak. Egyébként az ide érkező migránsok azok próbálkoznak mindennel, földön, föld alatt, vizen, kerítésen átmászva, kerítés alatt átbújva, alagutakat építve, vonatra fölkapaszkodva, azokat a képeket,